Sziasztok mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig itt az Oxygen Not Included Thermal Upgrade harmadik epizódja! Hú, de jó, hogy nincsen hosszabb neve! És hölgyeim és uraim, elkezdjük azt... Bocsánat, folytatjuk azt, amit elkezdtünk. Ez a megfelelő megfelelő mondat szerkezet, mond szó, környezet, azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnénk csinálni, bele is rázódok így hirtelen abba, hogy hol álltunk, mint álltunk, mit tettünk a végén. Úgy látom, hogy itt egy kis fingi kezd el halmazódni. Kevés oxigén, az az igazság, valamint az is igazság, hogy ez a rengeteg széndiokszid, ami itt van, az kezd itt szépen lecsorogni, és ez a nyomorult ottó itt fel, itt be fog szorulni. Ezzel a ponton, Úgyhogy azt a kettő pontot annak ki kellene bányászni, sőt, talán még azt is ki kellene bányászni, hogy szerencsétlen ne szoruljon ide be. Ugye menekültünk, küztünk ezzel a hacsal, ami itt kirúgta az arcát a földből, és szerencsétlen most ott maradt. Úgyhogy ő most ide jön szépen, is kibányásza ezt a pontot. Még szerencsé, van itt oxigén, itt, itt, itt ide begyűlt. Valamennyi, de ott itt el fog pusztulni, és vannak könnyebb sérülései. Na, nem is akarjuk, hogy itt tönkre menjen a kolóniánk, Ren. Ren, 40%-os stressz. Nem örülünk Rennek, viszont mindenféleképpen kompenzálnunk kell ezt a hiányosságát, hogy nem tud nyugodtan maradni a seggén. De! Még mielőtt tovább haladnánk, hölgyeim és uraim, azzal fogjuk kezdeni ezt a mostani részt, hogy megnézem, hogy melyik koronistám az, ki a kutatással foglalkozik. Bört ne foglalkozzon kutatással semmiféleképpen, viszont van egy elink, és erőnek át fogjuk írni a nevét méghozzá. Zweisteinre! Köszönjük szépen Meyer Mártonnak, nem? Bocsánat! Boldog Botonnak a kiírást, illetve a hozzászólás, fantasztikus volt a név, még kétszer is kiírta, hogy jól emlékszem, úgyhogy teljesen stabilak voltunk. Valamint! Meyer Márton azt mondta, hogy legyen valaki Zerberg, tetszett a névnek a csengése a hangzása, úgyhogy miért legyen mondjuk, mondjuk, mondjuk a Katalinán, Katalinán Zerberg. Így is van, van most már egy zerbergünk. Ugye? Igen, majd szépen átírja a rendszer. És van itt nekünk egy ottónk. Összekeverek mindent. Bocsánat. Nagy Pisti mondta, hogy Zweistein legyen, Meyer Márton mondta, hogy Zerberg legyen, és Boldog Boton mondta, hogy Mendátor legyen, és Ottót én Mendátornak fogom átírni. Mendátor, köszönöm szépen. A probléma az, hölgyeim és uraim, hogy kb. 19.000 hást ceruzával írtam a papírra, és még ugye nagyon-nagyon közel hajolok, se teljes mértékben látom, hogy mit írtam. De, térjünk vissza a játékba. Most dolgunk van, most feladatunk van, és ezt a szerencsétlen ki kellene hozni. És mit csinálsz? Ezt felszivattyúzza az algát. Látjátok, milyen fasz ez a Mendátor gyerek? És nem írja a játék az ábetűt. Na mindegy, erről ennyit. Oké, okay. oxigénnel kapcsolatban vannak problémáink, hölgyeim és uraim, és nagyon szépen köszönöm a kommentelőknek azt is, akik segíteni próbálják a játékot, akik segíteni próbálnak a játékon belül hogy ne legyen túlságosan sok elakadás. Méghozzá a fontos információ, amit megtudtam az, hogy kettőféle kábel van. Van az electrical wire, meg van a heavy watt wire. A heavy watt wire dupla annyi energiát képes elszállítani ugyanazon a távolságon, tehát hogyha jól értelmeztem, amit értelmeztem, 2000 energiát képes vinni egy fővonalon. És a fővonal lesz a kulcs szó hölgyeim és uraim, és ugyanúgy, mint ahogy a a folyadékkezelésnek, mint minden egyes játékban, amit láthatatok nálam, az energiagazdálkodásnak is lesz egy fő vonala, azt ott szépen nem fogom elbontani, hanem itt szeretnék lefele, valamint fölfele egy kis áramot vinni, elég sok ércembe fog kerülni, viszont rá kell térjek arra is, hogyha jól látom, akkor sandstone nem de Sandstone-nal dolgozunk mindenféleképpen. Kitértem már egy régebbi részbe, hogy ugye a mozgási sebességet növeli meg a különböző kőzet, ami mászkálnak a duplikánsok. Valamint dekorációs, dekorációs súlya is van, hogy, hogy milyen követ használunk és minél keményebb kőzetet használunk, minél ritkábban előforduló kőzetet használunk, annál nagyobb lesz a dekorációs súlya. Én most ide szépen húzok egy kis padlót, valamint részből elég sok rezem van, 3700. Rakok ide gáz elvezető kis blokkokat. És én azt mondom, hogy pörgessük fel, mert nem szeretnék itt totyogni. A játékba. És uh, ide én növénytermesztést szeretnék majd lepakolni, hogyha minden igaz. Hogyha az van, amit én szeretnék. És egy, kettő, három, négy kockát felhasználva én... Uh, igen, igen. Ide rakunk szépen le egy... Hoppá, túl kattintottam. Egy relaxációs szobát. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, az ott fantasztikus lesz. Ide ezt lerakjuk már így első soron. Plusz még, amit szeretnék most csinálni, az oxigénnel kapcsolatos tevékenységeink. Az igazság az, hogy, hogy az alga, terrárium, azt hiszem, hogy kettő, nem tudja ellátni teljes mértékben az oxigén szükségletünket. Kiváltképpen azért, emberi itt elég rendesen be van szorulva, ott is be van szorulva, úgyhogy azokat ki kell onnan szabadítanunk. Mindenféleképpen lerakok még egyet, hogy, hogy ugye szívjuk a széndiokszidot, valamint ide egy kis kőzetet. 1, 2, 3, 4, szünet, 1, 2, 3, stb. szünet. És itt kapsz egyet, itt kapsz még egyet, itt pedig kapsz te is egyet. Oké. Okay. Ide nekünk le kell bontanunk ezt a falat, ami itt található. Valamint a WC-t is ki kell építenünk ide, és. Jaj, rohad csak melónk van. Mikor érkezik a következő duplikás? Soká. Mi nincsen? Föld. Eméletileg föld nincsen. Open research... Ja, nem, 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 nem. Három darab kell, akkor vízre van szükségünk. Mindenféleképpen vízre, és azt itt el is fogjuk érni. Ahhoz, hogy kicsit nyitottabbak legyünk ezt a területet, innen le kell nekünk bontanunk, hogy a duplikációnk le tudjon menni az alsó szintekre. Valamint itt kialakítunk egy relaxációs szobát. Van 19000 kalóriányi ételük. Ami elérhető állapotban van, ott van még egy kis. Euh, egy kis husé. Husé musi. Azt majd fel fogjuk szépen használni. És ahhoz, hogy ne legyünk túlságosan stresszesek az építmények közül, le kellene raknunk mondjuk úgy ide. Mit szóltok hozzá? Egyet. Így. Egy ember bőven elég lesz, nem, kettő, Zerberg is eléggé szarul néz ki. Az igazság az, valamint dekorációra van szükségünk, ide rakunk egy dekort, ide meg rakunk egy festményt. Meg még egy festmény is, így dekor, festmény, dekor, festmény kombinációval fogunk sakkozni. A továbbiakban, hölgyeim és uraim, és a művészetek terén bört az alkalmatlan, azért mert... Euh, azért mert... Mondom, azért mert... Nem látom. Oké. Okay. Valószínűleg azért, mert ez a az a hátránya. Skeriket. Uncultured. Uncultured. kulturálatlan. kis disznó ez a bört. Úgyhogy ennek a tudatában adjatok neki valamilyen nevet. Stein az, aki a legjobban bírja itt a nyomást. Bár itt eléggé, elég kemény fink lehet itt ezen a ponton. Oké, okay, az ott készen van. És Ren azt mondja, hogy... Ren azt mondja, hogy leszeretne feküdni. Les Rennek milyen a stresszkezelése. Azt elfelejtettem megnézni. Az így, az így, az így tovasiklott. Hányós. Remek. Fasza. Nagyon jó. Oké. Okay. Örülünk neki. És koszos víz, bűz fog itt árasztani nekünk. Bár mondjuk nem nagyon látok semmilyen szennyeződést itt a földbe. Itt jön a használható oxigén. Nagyon sok itt a szén aminek nem örülök. Ennek le kell majd csurogni a szépen lassan. És a lehető legtöbb helyet meg kell tisztítanom itt a kolóniámon belül. Kész a kutatás. Kolóniámon belül annak érdekében, hogy át tudjuk ereszteni a széndiokszidot. Azért, hogy alapvető problémába ne ütközzünk. Textile Factory! Ez az, amire én már nagyon-nagyon vártam, és szereti megnézni annak a működését, az elméletét, a filozófiáját, illetve minden szirszart. Itt van fingerszívó, igen, van WC, van zuhanyzó. A zuhanyzó mindenféleképpen jó, mert megelőzi a betegségeket, és ugye a duplikánsaimnak a higiéniáját is fejleszteni fogja. Javítani akarom mondani. Víztisztítással kapcsolatban nem nagyon szeretnék előrelépéseket tenni, ellenben ez a kettő technológia egészen fassa. Valamint még a kórházi ellátás, folyadékkezelés, miért nincs még kikutatva? Oké, okay. azt hiszem, hogy megvan, mi lesz a kut következő kutatócsomagunk és csapassuk neki. Most erre a szuperkomputerre nincsen szükségünk. És nem kapcsolom le, mert elég energiánk van elraktározva, hogyha minden igaz. Nézzétek, hogy heggeztik őket. Rennek már 46%-os a stressze. Megy lefele, mint a állat. Nem nagyon szeretnék egy duplikásnál többet ö, használni, többet, többet fektetni ezen a ponton. Ugye? Ugye? Így van. Ezt még itt diggeljük ki. Úgy. Valamint, hogyha a számításaim nem csalnak, akkor egy, kettő, három, négy, pontosan ide jön még egy, még egy gázáteresztő padló. És a raktár helyiségünkben pontosan oda jön még egy gázáteresztő padló. Így. És Sandstone-ból itt megcsináljuk szépen a konyhát. Egy, kettő, három, négy kockányi szerintem bőven elég lesz ahhoz, hogy itt megfelelő méretű konyhát hozzunk létre, hölgyeim és uraim és euh, ez itt. Mehet egy, kettő, három, négy, és az ötödik, és a többi. Igen. Ez csak gázt ereszt át, folyadékot nem, az nagyon jó. Ugyanis szeretném megcsinálni itt a konyha alatt a víztartályunkat. Ide valahogy beszivattyúzni azt a mennyiségű vizet, amit találunk, ami eléggé kevés. Azt vettem észre, hogy kevés víz... Kevés víz van... Te mi a szar vagy? Vákum van itt, az addig oké. Okay. De te mi vagy? Geizír! Geizír! És gőztáraszt! Wow! Wow! Ez kihasználható? Megújuló forrás? Nem tudom. 666,7 gram gázt nyom ki másodpercenként. Aha, növekszik a vízszint! Ez kurva jó! Ez nagyon durva! Meg ez a gyep! Ez mire való? Aki tudja, mire való a nád, az írja le mindenféleképpen. Szennyezett oxigén. Wow! Olyan felismerés! Itt is vannak, itt is vannak jégvirágok. Jéggyümölcsök. Víz volt! És hogyha stabil az információ, amit kaptam, ezek a vízvortok kettő gyümölcset adnak, plusz még magot is, ami által újra termelhető lesz. Ami egészen pazarul hangzik. Szóval szó? Na de térjünk vissza a kolóniánknak a bővítésére, frissítésére és az irányítására. Ezt innen valószínűleg ide fogom majd préselni. a következő érdekel engem. Itt van jég. Ez az, amire gondoltam. Olva a jég! Olvadai mínusz. Gondolom, hogyha mínusz egy fokot eléri, akkor annyira nem olvad, de szemben láthatóan olvad a jég. Nagyon durva. Nagyon kemény. Fel tudjuk olvasztani hővel az egész területet. Gondolom, sejtem én. Ugye? Jó, mert itt nincsenek túlmelegedve ezek az elemek. Oké. Okay. Csak ámulok és bámulok a mostani részen. Lorén! Gyűlölöm a klorént! Zerbernek nőtt az ásása, fantasztikus. Egyszerűen nem találok rá szavakat. Aki talál rá, az, az le mindenféleképpen. Na de, még mielőtt nagyon szavak leírásában bonyolódnánk bele. Lerakjuk ide szintén egy négyet, egy gázát mert még egy gázát és ide szeretném a konyhámat kialakítani. Mindenféleképpen. Ó, oh, és itt van egy-két finomság. Thermoswitch! Automate switch power drinks on uh, off of base on ambient heat. Yeah, Oké! Okay. Nagyon szuper, köszönjük szépen. Mi van még akkor itt? Mi? Felmeleg nagy testeket vízzel, folyadékkal. Pass. Space Heater! Wow! Mennyi áramot fogyaszt? 90 -et. Ez, ez, ez gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen... Radiátornak minősülne? Igen, ilyen eléggé látható. Mi, mi, volt az? Elfelejtettem a nevét. Hősugárzó! Hősugárzó! Igen, valószínűleg azt az elméletet képviseli ez a kis cucc. És akkor jöhet ide a nagy kábel. Lefektetjük ide a nagy kábel, gyerekek. Mondjuk, úgy egészen eddig. Folytán van a rezünk, úgyhogy bár mondjuk itt még van elég, és utána dupla hatch! Azt a kurva! Megint kész valami kutatás? Megint! Haladunk! Jövünk felfele, mint a talajvíz gyerekek is! Itt van! Aquatic Farm. Erre is nagyon kíváncsi vagyok, viszont a következő dolog, amit el fogok készíteni, az mindenféleképpen egy textil fakt... Jó nyúl! Wow! Egy textil faktori! Hm... Pakoljuk csak le. Ide nem ezt terveztem, de pakoljuk le. Zweistein. Te vagy a... a művész. Nyolcason. Hibátlan. Oké, okay. egy kicsit pörgessük fel a dolgokat, hölgyeim és uraim. Zerberg eléggé szarállapotban van, tehát Zerber kap egy finom masszást. Itt a hátára, hogy jobban érezze magát. Örül neki, hogy mennyire hideg van. Fantasztikus. Gyerünk, heggeszétek fel. Heggeszétek fel ezt a textil faktorit, mert mocskosul kíváncsi vagyok, hogy mit tud mit foglal magába. Addig rend szépen rohangál. És rennek már eléggé a stressz állapota van, és azért Zerberg helyett Ren megkapja a masszázor. masszázs asztalt. Plusz még pofozom a tovább a kolóniámat, annak érdekében, hogy ne legyen gázos a helyzet. Ettől egy kicsit ettől a helytől, de, de szerintem nem lesz probléma. Oxigénnel azt hiszem, hogy most állunk elően szarul. Sok a széndiokszid. És a növényeink nem tudják elszívni. És ott, itt van rengeteg, itt van rengeteg euh, oxigénünk. És itt kell valahogy lejjebb húznunk a széndiokszid szintet, hölgyeim és uraim. Amit ezzel a megoldással fogunk megtenni. És így már szabadon fog tudni vándorolni ez a szutyok. Remélem. Valószínűleg azért annyira stresszesek a duplikánsaink, mert nem kap elég oxigént az agyuk. És folyamatosan csak fasság jut az eszükbe. Nem bírom a hülyeséget! Mondanák ők, hogyha tudnának beszélni, és nem csak nyugdíjcselnének. Na, a nyolcadik ciklusban el is jutottunk addig, hogy ezt a textil faktorit Bird felhegesse. És fantasztikus, áram kell neki. Mekkora igényei vannak? Snazzy suit. Azt mondja, hogy increase decor in a small area around the water. Where? Where? Na! 30 dekort ad, 30-as dekort az illetőnek, hogyha ezt viseli. Ez kurva jó. Kúveszt. Ez melegít. Ez meg hűt. Azt a kutya fáját. Tehát ez mocskosú jó. 240 energiát zabál az a kis szutyok, nem baj, bekötjük. A főágból bekötjük. Esküszöm, hogy bekötjük. És és valakit. Mit szólnátok, hogy a csinálnánk egy ilyen, egy ilyen díszruhát? ez macskosó jó, jó ötlet. Biztos, biztos rohadtul jól fog kinézni. Mi kell hozzá? Red Fever. Piros ro Haver! Figyelj man. Benned lehet, hogy van egy kis rost. <laughs> Red Fever! Ezt nem írja, ez el van száradva, ez krumpli. Hm. a rostot kell szerintem benne van a rost. Érzem, hogy benne van a rost, mint az X. Legalább annyira. Van e valami másik növény, amit itt a peremvidéken érzékelhetünk? Nincs. Nincs. Ez a nád engem érdekel. Ez a nád nekem most mozgatja a fantáziámat. Valahogy rostot kell előállítani, de hogy? 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 Növényekből. Biztos, hogy növényekből. Mi lenne, hogyha a kajára kattint van, vannak ezek a cuccok? Cooking Aquatic Farm. Fine dealing research. Oké, okay, azt most csinálom. Most csinálom. Akkor mi lenne, hogyha egy, egy ilyen blender boxot raknék le, mondjuk, hova? Mondjuk úgy, ebbe az irányba. Kikiáltjuk ezt az irányt megfelelő ásási iránynak. Plusz még, hogyha kijelöljük ezt a részt, ahol a, a, a fürdőszobánkat meg fogjuk csinálni. Ásatok gyerekek! Innen jönni fog fel, fel a szag, az nem lesz gáz. Oxigénünk nem nagyon van, egy, kettő, három növény biztosítja számunkra ezt az elérhetőséget. De itt még továbbásunk egy kicsit annak érdekében, hogy még több széndiokszid le tudjon csurogni. Az a baj, hogy ezt a zónát megnyitottuk, itt macskasor sok széndiokszidot kapunk. És itt látszik is, hogy mennyire szegényesek vagyunk oxigén terén. És itt valamiért nem csorog le a széndiokszid. Nem csorog le. Nem húzza le. Nem tolja ki semmi a helyéről. Úgyhogy megállítom az időt. És azt mondom, hogy legyen hogy legyen egy kis zárcsökkentés Méghozzá oxigénnel kapcsolatban ezt az alga de oxi, akármit ezt ide lerakjuk Kényszer helyzet, át fogjuk majd telepíteni, de most muszáj, muszáj vagyunk lerakni ezt, mert különben meg fognak fulladni ezek a nyomorultak Gyerünk, húzzátok fel! Látjátok, ott már fulladozás van! Zweinstein már éppen kapkodta a levegőt Nem mint hogyha kevés lenne a markába. oké, okay, töltsétek fel! A prioritás ennek mindenféleképpen hetes legyen, hiszen oxigénről van szó, hasonlóképpen, mint a kutatás vagy az energia előállítás is. És jön a friss oxigén, fantasztikus. Itt most már ki fogjuk kékíteni ezt a piros részt, és remélem a duplikánsaim kényelmesebben tudnak majd aludni is. Ó, oh, szuper, oké, okay. de szerintem még így is kevesebb oxigént állítunk elő, mint ami valójában a mi szükségletünket fedezi. Valószínű. Egészen valószínű. Bár ez, ez, ez most eléggé spekuláció. Rostot kell szerezünk gyerekek! Rost! Aki látta a rostot, a szóljon. És hogyha valaki eme mondat után belő nekem egy Horizon Zero dawn rostos poént, annak rostosra verem a homlokát egy klumpával. Na! Mennyivel több oxigén van itt, és mennyire nem megy felfele? Fantasztikus. Igen, ki kell szorítani a széndiokszidot. Valószínűleg a játék fizikája úgy olyan szinten átalakult, hogy a széndiokszid elvándorlás is megváltozott, és az alga farmok nem tudom mennyi széndiokszidot használnak fel. Azt mondja, hogy 1200 g per másodperc, és ezek a nyomorultak mennyit bocsájtanak ki. Azt mondja információ... Nem, karbondioxid, fantasztikus. Azt nézzük meg, hogy egy duplikáns, egy duplikáns mennyi széndiokszidot áraszt ki? Thermalkonduit... Conduitiv E Eh? Nem sok van infó róla. Nem. Nem. Nem, nem látok semmit. De, itt van. 2000 mg per másodperc. Ez mennyit, mennyit zabál fel? Azt mondja, hogy... Wow. 1251 gram per másodperc? Na most akkor nem értem. Lehet, hogy én vagyok a hülye, vagy csak baj, hogy nem mindenki forog. Nem tudom. Ott elég a elég rendesen a fink szag. Használt oxigén is. Már nem sárgával jelzik a használt oxigént. Ez milyen már? Mód felett érdekes. Folyadékkezelés! Na, hölgyeim és uraim, a továbbiakban muszáj lesz gondolkoznunk azon, hogy a szennyezett folyadékot hova pumpáljuk el, és annak egy megfelelő tartályt kialakítani, hogy a kolóniánk terjeszkedését semmiféleképpen ne zavarja. A dekorációs elemeket kívánom majd elhelyezni a bázisnak nem egy, hanem kettő-három sok pontján, valamint kialakítani a fürdőszobát és a cső rendszert bevezetni, miután már lesz konyhánk. Úgyhogy elég sok feladat van így előttünk, nagyon sok feladat áll előttünk. Valamint rá kell jöjjek, hogy ez a búza itt mi a franca, valamint a geizérnit mit fog nekünk csinálni, hogyha megnyitom ezt a helyet. Itt úgy látom, hogy gőz van folyamatosan, nagyon remélem, hogy a gőz, ha ezt megnyitom, nem fogja leégetni a duplikánsaimnak az arcát. Valamint ezt a gyümölcsöt is szeretném majd egy kicsit jobban megrágni a továbbiakban, hogyha a lehető hogy leggyorsabban eljutok hozzá, ami valószínűleg ő lesz. Vizvort. Fantasztikus. És kíváncsi vagyok, hogy milyen pozitív hatást gyakorol ránk. Wolframit. Wow ezzel az anyaggal szeretném mindenkinek megköszönni a figyelmet. Örülök, hogy velem tartottatok, és hogy újabb alkalommal szembenézhetünk a duplikánsainknak a hétköznapjaival. Remélem, hogy következőnek is barátok közhöz hasonlóan érdeklődés fog kiváltani belőletek. És végig kísértek egy újabb fantasztikus részbe, ahol ilyen tyúk lépésekkel haladunk előre. Lehet, hogy kicsit majd fejleszteni fogom, és csak az újdonságra fogok rátérni vagy nem. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogyha tetszett a videó, akkor dobjál egy lájkot, valamit iratkozz fel a csatornára, hogyha azt még nem tetted meg, hogy kapj egyből értesítést, hogyha felkerül valamelyik videóm Youtube-ra. Én Uro voltam, és mint mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!